Meg egyébként, amit ugye mint most beszéltünk az elején arról, hogy, hogy érdemes letisztázni magadba, hogy miért akarsz rajzolni, megfesteni, tanulni így felnőtt fejjel, mert ugye minél erősebb a miérted, annál könnyebb a hogyan. Mert hogyha mondjuk, hogy mi, hogy mondjuk azért akarsz, tényleg azért akarsz tanulni, mert nem csak a produktum számít, hogy kirakod a falra, vagy megrajzolod valakinek, hanem azért, hogy egyensúlyba tartsd magad, akkor azt a szokást kialakítani heti szinten, hogy én most időt szánok magamra, hogy kikapcsolódjak, hogy jól érezzem magam, hogy belekerüljek ebbe a flow tudatállapotba, akkor sokkal könnyebb rávenni magad, hogy csináld, mert tudod azt, hogy magadért csinálod. Olvastam egy könyvet, ez a Pál Ferencnek a... Nem jut eszembe a címe. Ami igazán számít, ez a címe. Pál Ferenc, ami igazán számít. Szerintem zseniális könyv, olvastátok el. Nem rajzkönyv, de nagyon, ilyen nagyon jó. És abban van az, hogy ugye azt feszegeti a Pál Feri, egyébként egy pap, tehát hogy teológiát végzett, hogy mi a boldogság. És ugye ez az életnek egy nagy kérdése, hogy mi a boldogság, és ugye azt a kutatást vették alapul, hogy ugye sok ember azt gondolja, hogy akkor leszek boldog, hogyha be tudok fizetni egy óriási nagy nyaralásra, vagy akkor leszek boldog, ha kész lesz a házam, tehát valami külső dologhoz társítom azt, hogy majd akkor leszek boldog, ha. Ugye az a kutatásnak az eredménye, hogy akkor tud egy ember igazán boldog lenni, hogyha képes egy olyan tevékenységet találni, amiben el tud mélyülni. És ez most nem feltett, ugye ez mindenkinek más lehet ez a tevékenység, hogy miben tud elmélyülni. Van akinek a tánc, van akinek a sport, a futás, a bármi, tehát van akinek meg a rajz, az, hogy meg a rajzolás, a festés, hogy miben tud elmélyülni, és ez a fajta élmény, hogy képes vagy elmélyülni és belekerülni ebbe, amit Csíkszentmihályi szokott mondani, ez a flow tudatállapotba, hogy ez hozza meg azt a folyamatos boldogság érzetet, ami hosszú távon és napi szinten fenntartható, és nem akkor leszek boldog, ha elmegyek nyaralni, hanem attól tudok boldog lenni, hogy bele tudok merülni egy alkotásba, és létre tudok hozni egy olyan produktumot, egy olyan dolgot, amit nem csak nekem nő az önbizalmam, hiszen eddig nem tudtam egy ilyet csinálni, és most meg tudom csinálni, hanem másoknak is tetszik, hogy ezzel örömet tudok okozni magamnak, vagy másoknak. És akkor, amikor mindig arról beszélünk, hogy nincs időm, hogy igen, nincs időm, de hogy ne azt tedd föl magadnak, hogy nincs időd, ne azt fogad, nincs időd, hanem mondd azt, hogy ez nem fontos. És hogyha azt mondod, hogy ez nem fontos neked, akkor végig tudod gondolni magadnak, hogy ez most tényleg nem fontos, hogy magammal foglalkozzak, hogy magamnak adjam meg az örömet? Hogy tényleg nem fontos? Vagy a gyerekem kérdez valamit, és elhessegetem, hogy jó, majd figyelek rá, hogy valóban nem fontos a gyerekem? Tehát amikor azt mondjuk, nagyon könnyen mondjuk mindenre azt, hogy nincs időm. Tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy ne azt mondod, hogy nincs időm, hogy nem fontos. Meg azt gondolod végig, hogy mi adja meg neked az örömet.